Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Tapolcai Városi Televízió sportmagazinját látják. Kezdjük rövid sporthíreinkkel. A pozsonyi három fegyvernemes kadett európai körverseny hétvégéről Kovács Dániel a Tapolca Vívó Klub párbajtőrözője egyéni 7. helyezéssel tért haza. A csaknem 300 fős mezőnyben sikerült a dobogó közelébe kerülnie a tapolcai fiatalnak, akinek edzője a tavalyi év végén tragikus hirtelenséggel elhunyt Horvátné Szalai Gyöngyi volt, válogatott edzője András Fitibor. Két tapolcai vívó is tagja a heidenheimi bajnok csapatok Európa kupájának győztes együttesének. Siklósi Gergely és Rédli András csapattársaikkal, Berta Dániellel, valamint Sonfai Péterrel a budapesti Honvéd színeiben 19 férfi párbajtőr csapat közül állhatott a dobogó legfelső fokára január végén. Edzőik Dancsházi Nagy Tamás és Udvarhelyi Gábor. Fekete Júlia a Tapolcai Sportakadémia első ifjú tehetsége a január végi budapesti magyar fedett pályás újonc atlétika bajnokságon két aranyérmet is szerzett. A Magyar Atlétika Szövetség idei első versenyén először szervezték külön a serdülők, illetve az újoncok országos megmérettetését, ráadásul két nap alatt. A versenyrendszerbe belépő legfiatalabb korosztály, vagyis a 2005-ben születettek indulhattak. A 317 nevező leány közül a tapolcai színekben induló Júlia a bajnokság első napján 300 méteres síkfutásban 44-19-es eredménnyel szerzett aranyérmet, másnap pedig helyből ötös ugrás kategóriában 12-57-es eredményével állhatott ismét a dobogó legfelső fokára edzője Bakler Zoltán. Német Emília, tapolcai ifjú úszótehetség aranyérmet szerzett csapatával január utolsó hétvégén Székesfehérváron. A keszthelyi kiscápák SL lánycsapat először indult versenyen váltóban, rögtön meg is szerezte az aranyérmet 4x50 méter vegyes váltó versenyszámban. 6 másodperccel voltak gyorsabbak a BVSC csapatánál, így ők állhattak a dobogó legfelső fokára. A korosztályos úszóversenyre az ország több pontjáról érkeztek a csapatok, ahol a 2009-2010-ben születettek közül a keszthelyiek bizonyultak a legjobbnak, edzőjük Szántó Kata. Emília nem csak csapatban, hanem egyéniben is indult. 200 méter női mellversenyszámban 7., 50 méter női mellversenyszámban 10., 50 méter női háton pedig 15. helyen végzett. A Tiac VSM mozgalmas januárt tudhat maga mögött, több megmérettetésen is hozták a formájukat. Balatonfüreden az U7-es korosztály két csapattal képviselte az egyesületet a Balatonparti utánpótlás tornán. 11 csapatból második és 5. helyen végeztek. A későbbi veszprémi futsal tornán is két csapattal indultak és hozták a formájukat. Karacsony Éva edző büszke játékosaira mindkét tornán remek formában voltak. Az U8-as csapat az FC Ajka meghívására teremtornán vett részt, ahol Tapolcának Takács Ákos 2 és Paulovics Mátyás 2 gólt szerzett. Hecsei Pál elégedett a csapat teljesítményével és lelkesedésével. Urkuton jól szerepelt az U9-es futsal csapat. Nagyon izgalmas két mérkőzést játszottak a fiúk, az első szoros mérkőzésen FC Ajka A csapata 3-2-re győzte le a tapolcaiakat, a következő mérkőzésen viszont a Sümeg VS-en 4-2-re kapott ki a Tiactól. Második helyen zárták a csoportmérkőzéseket, így a felsőházban folytatják tovább, edzőjük Hecsei Pál. Az U11-es csapat a Zalaszentgróti kispályás tornán két vereség és két győzelem után az 5. helyen zárta a tornát. Hazman László edző elégedett volt a játékosok hozzáállásával, végig nagyon fegyelmezetten játszottak. Az U13-as csapat bronzérmet szerzett a Zalaszentgróti teremtornán. Blaskovics Gábor vezetőedző szerint a gyerekek nagy akarattal játszottak, igazi csapatként voltak eredményesek. Az idősebb korosztály két csapattal indult hazai pályán az újévi kupa férfi teremlabdarúgó tornán, ahol a tapolcai sasok a 4. helyet szerezték meg. A felnőtt csapat vezetőedzője januártól Dobján Krisztián, természetesen a korábbi edző Kutasi Imre sem távolodik el az egyesülettől. A Tapolca VSE kosárlabda szakosztály évelején is folytatta a tavalyi lendületét. Akadozva kezdődött a házigazda Tapolcának a várpalotai KKA elleni összecsapás, de a végére szárnyaltak a tapolcai sasok, 65-59 eredménnyel lett a helyi fiúké a győzelem. Az U14-es lányok, a tapolcai oroszlánok várpalota fiú csapatát győzték le 71-28-ra a megyei bajnokság második fordulójában, ezzel bebiztosították második helyüket a megyei bajnokságban. Az U12-es lányok, a tapolcai párducok előbb a Ricsila Hévíz lányokat győzték le 73-57-re, majd a soproni darazsakat 72-54-re.
Az U11-es lányok mezőnyében a zalaegerszegi zsebibabák ellen 63-21-es győzelmet ért el a tapolcai gazellák kenguru csapat. Izgalmas, fej-fej melletti küzdelemben 73-71-es végeredménnyel diadalmaskodott a fiú serdülő csapat, a tapolcai sziklák az országos bajnokság 5. fordulójában a Soproni Sportiskola ellen. A régiós rájátszás első csoportkörének sorsolása nem kedvezett az U12-es tapolcai tigriseknek, mivel közvetlenül 2 meccsre kellett készülniük, ahol a második tűnt a nehezebbnek. A kezdőmérkőzésen az első 2 játékrész koncentráltabb játéka és a büntetőpárból megnyerése már elegendő volt a harcos Solymok elleni 64-54-es győzelemhez. A második összecsapáson nagyobb fordulatot diktálva, szép őszjátékokat és egyéni akciókat bemutatva, minden negyedet megnyerve 78-45-re győztek a Ricsilla Hévíz fiúk ellen. A Tapolca VSE 3 csapattal szép eredményeket ért el januárban a 10. Student Comfort Nemzetközi Kézilabdakupán, 2 bronzéremmel tértek haza. A jubileumi tornán 10 korosztályban mérte összerejét 81 csapat, 6 helyszínen több mint 200 mérkőzésen. Az ország minden pontjáról, illetve külföldről is érkeztek Szombathelyre a rangos kézilabdakupára. A Tapolca VSE mindhárom csapata helytállt az összecsapáson. Az U9-es fiúk korosztályukban szépen szerepeltek, a lányok pedig hozták a formájukat, az U13-as és a felnőtt csapat is a dobogó 3. fokáig küzdötte fel magát. A bronzérem mellé még egy külön díjjal is gazdagodtak Tölgyes Réka jóvoltából, aki előbbi korosztályban a legjobb kapusnak bizonyult. Edzőik Antal Lászlóné, Kapcsándi Zsolt és Schneider Zsolt. Másodszorra szervezték meg januárban a Lasztovica Jenő és Ács János teremlabdarúgó emléktornát a Csermák József rendezvénycsarnokban. Az egykori országgyűlési képviselő és polgármester helyi sportéletét támogató tevékenysége előtt is tisztelegtek a rendezvényel, ahol a Veszprém megyei fogyatékos személyek pszichiátriai és szenvedélybetegek integrált intézményének labdarúgó csapatai, azaz Dáka, Nyírlak, Lesence Tomaj, Kamond, Darvastó legrátermettebb labdarúgói mérkőztek meg. A Veszprém megyei önkormányzat és az integrált intézmények munkatársaiból válogatott csapatok is összemérték erejüket a pályán. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém megyei kirendeltsége, a Veszprém megyei évfolyész és az integrált intézmény közös szervezésében valósult meg a labdarúgó torna. Nagyon örülök annak, hogy a Szociális Intézmény Hálózat úgy gondolta, hogy megszervezi ismét az Ács Jenő, Lasztovica Jenő labdarúgó emléktornát azok fiatalok számára, akik a megyében fogyatékkal élők szervezetekből jönnek össze. Ebből következően 6 olyan csapat van, akik most mögöttünk mérkőzést játszanak, körmérkőzéseket játszanak. Egyrészt emlékezve a 2 politikusra, másrészt természetesen egy kis sportolási lehetőséget biztosítom a fiatalok számára. A környékből érkező szociális intézményekből, értelmi fogyatékossággal élő szociális intézményeiből jöttek a csapatok, ahol említettem, 6 ilyen csapat vesz részt ezen az emléktornán, és az ő körmérkőzésükből fog kijönni a győztes, illetve még azok a dolgozók, akik ezekben az intézményekben dolgoznak, élnek, azok a megyei önkormányzat által létrehozott csapattal egy barátságos mérkőzést is játszanak. Tudjuk jól, hogy Lasztovica Jenő a megyei önkormányzatnak is volt az elnöke, abban az időben, amikor a megyei önkormányzat nagy intézmény hálózattal rendelkezett, és ezek az intézmények is az ő a megyei önkormányzat felügyelete alá és égisze alá tartoztak. Ez is hozta azt az ötletet, hogy egy emléktorna keretében emlékeznek meg ezekről a politikusokról, hiszen tegnap volt 3 éve, hogy Lasztovica Jenő elhunyt. Terveznek még folytatást a jövőben? Igen, az információim szerint a Szociális Intézmény Hálózat ezt hagyományát szeretné emelni, második alkalommal rendezték meg, és azt szokták mondani a magyar közmondás szerint, hogyha már valamit 3-szor megrendeznek, az ma hagyomány, remélem jövőre már hagyományt fogunk írni. A Csermák József rendezvénycsarnokban január közepén rendezték meg a Tollaslabda Diák Olimpia megyei döntőjét. A Tapolcai Diák Sport Egyesület és a Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sport Egyesület szervezésében a megyei döntőn Pápa, Sümeg, Tapolca és Veszprém körzeteiből tovább jutott tanulók mérték összerejüket. A versenyen a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola és a helyi gimnázium diákjai remek eredményeket értek el. A 11 továbbjutó diák 3 kivételével mind a székhelyi intézmény tanulója. Az első korcsoportban a lányok között a megosztott 3. helyen Kovács Vivien végzett, míg fiúk között a dobogó első fokára Horváth Bence állhatott. Hogy érzed ma itt magad ezen a tollaslabda versenyen? Jól. Izgatott vagy? Igen. Most veszel részt először ilyen tollas versenyen?
Nem. Mi volt akkor korábban, ahol eddig voltál? Voltam Kiskunfélegyházen is, meg Pápán is, meg Tapacán is. És ha jól tudom, akkor az országos döntőbe is tovább jutottál tavaly. Igen. Másfajta sportot is üzöl, vagy csak tollaslabdázol? Nem. Csak tollas. És szeretnéd még folytatni a tollaslabdázást? Igen. A második korcsoportban a leányok közül Bakrázita, Kazinczy Ferenc tagintézmény bronzérmet, a fiúk megmérettetésén Csarmaz Bálint aranyérmet, Pontyos Balázs ezüstérmet, Süle Gergely pedig bronzérmet szerzett. A harmadik korcsoportban a lányok között Szennyai Kinga, Bacsányi János tagintézmény, a dobogó második, míg Székely Kira a harmadik fokára állhatott. Hogy érzed magad ma itt a megyei döntőn? Köszönöm szépen, nagyon jól. Eléggé izgatott vagyok, majd kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményt fogok elérni. Voltál már korábban diákolimpián, valamilyen helyezésig elértél? Igen, már voltam többször is diákolimpián, Tapolcán is, Pápán is, meg voltam országos versenyen is. Megyei versenyeken értem el első és második helyezést is, területi versenyen első és második, illetve országos 14. hely. Mióta tollaslabdázol? 3 éve. Hétköznapokban hogyan történik az edzés, és hogyan történik az ilyen versenyekre a felkészülés? Hát hétfőnként van edzés, illetve aki szeretne, a csütörtökire is járhat, én csak a hétfőire szoktam. Ilyen verseny előtt az edző külön, aki jön versenyre, azzal szokott készülni. Tervezel még a későbbiekben tollaslabdával? Hát szeretnék még, igen. A fiúk között Varga Ádám bronzérmet szerzett. A negyedik korcsoportos lányok között Pető Mónika, Bacsányi János gimnázium, a fiúk között pedig Veres Olivér végzette a harmadik helyen. Felkészítői Gyarmati Zoltánné, Kassai Balázs és Gombkötő Richard. Gyarmatini elmondta, a gyerekek remekül szerepeltek, elégedett a teljesítményükkel. Korcsoportonként, nemenként az első 4 helyezett érdemelte ki, hogy játszhat a februári pápai területi döntőn, melyet majd az országos megmérettetés követ. A legendás jobb hátvéd edző és kétszeres olimpiai bajnok Novák Dezső tiszteletére 4. alkalommal szervezte meg a Tempofradi Alapítvány az utánpótlás labdarúgó tornát február 3-án a Csermák József rendezvénycsarnokban. Mi, amikor a Dezső bácsi meghalt, tulajdonképpen pár napon belül eldöntöttük, hogy szeretnénk valami emléket állítani az ő pályafutásának, és mivel volt már előtte múltunk, hiszen Genovában megkoszorúztuk a Sárosi sírját, a Toldi sírt felújítottuk, és nagyon sok más olyan kezdeményezése volt a Tempofradi Alapítványnak, amiben ez teljesen egyértelműen következett, hogy a Dezső bácsi lesz a következő, mivel ez abszolút magánkezdeményezés, tehát a szerkesztőség 3 tagja adja össze erre a pénzt, illetve 1-2 adományozó segítő, aki ezt az egészet támogatja. Egyértelmű volt, hogy régi iskolatársamat még Győrből, Rédi Károlyt fölhívom, és föltettem neki a kérdést, hogy tudna egy csarnokot adni egy napra erre a nemes célra. Ő és a polgármester úr is azonnal belementek, és azóta 4 éve itt vagyunk, és szervezzük ezt a tornát. Ez egy egész napos torna, hogyan zajlik? Igazából mi nem vagyunk rendezvényszervező, kereskedő és egyéb más tevékenységből jött a kis csapatom. Ez az egyetlen torna, amit mi készítünk, olyat szerettünk volna, ami más a gyerekeknek. Ezért találtuk ki a palánkot, ezért 5x2-es a kapu, és az idei torna már nemzetközi, hiszen 2 felvidéki csapat is érkezett. Egy külön kis stábbal érkeztetek, mivel töltitek itt egész nap a napot, kinek mi a feladata? Mivel negyedszerre vagyunk, az első után tulajdonképpen azt nem mondom, hogy rutinból, mert nálunk a legfontosabb feladat, hogy minden este pénteken, amikor megérkezünk a lovászpanzióba, akkor egy kerekasztal beszélgetés, mindenkinek megvan a feladata, van, aki egész nap a játékvezetőkhez szalad, írja, interneten megjelenett felületen csinálja. Mindenki tudja a dolgát, ez egy baráti társaság. És igazából ma lesz az első alkalom, a Tempofradi Alapítványnak az ülése is itt lesz Tapolcán, ahol azért régi ismert játékosok, mint Kokrobi Gyilaselek is érkezik, aki az alapítványnak, a kuratóriumnak a tagja. És hát azért van egy helyi kötődés, illetve 2 helyi kötődésünk is van. A csarnokot vezető Rédli Károly, és ha jól pontosan mondom, világkupa győztes, világbajnok és olimpiai érmes fia és a kuratórium tagja, és ők is részt vesznek ezen a megbeszélésen. Mert hogy ez már hagyományos, ez a Novák emléktorna itt Tapolcán,
így tulajdonképpen úgy készülünk a szokásos módon, hogy hetente két alkalommal van tornatermi edzésünk a Bacsány Általános Iskola tornatermében, és hát tulajdonképpen ott azért elég sok lehetőségünk van mindenről, mind technika fejlesztésére. Nemrég kezdődött még csak a torna, hogyan szerepeltek eddig a fiúk? Hát eddig azt kell, hogy mondjam, hogy a vártnál is sokkal jobban, mert az Illés Akadémiával sikerült egy 2-2-t játszanunk, ahol az utolsó percben egyenlített az Illés Akadémia, és azért nem kell azt elmondani, hogy egy akadémia és egy kis városi csapatnak a képzése között mekkora a különbség. A felső szelei csapat ellen pedig egy kicsit szerencsésen is, de hát sikerült 2-0-ra megnyernünk, így az első két mérkőzésből szereztünk egy győzelmet és egy döntetlen, ami még nem jogosít föl bennünket semmire, mert 5 csapat van a mi csoportunkban, és hát még további két mérkőzésünk lesz, szintén egy akadémiai csapat, az a Bene Ferenc Akadémia és a Hévis csapata. A hétköznapokban manapság merrefele mérkőztek meg a csapattal? Hát szerencsénk volt, mert voltunk Zalaszentgróton szintén egy ilyen U14-es tornán, ahol szintén nagyon jó csapatok ellen sikerült játszanunk, ahol szintén volt akadémiai csapat is, és voltak kiemelt bajnokságba szereplő csapatok, és tulajdonképpen a Balatonfüred és a helyi Zalaszentgrót csapata mögött a harmadik helyet szereztük meg. Látható-e már a közeljövőben valamilyen újabb összecsapás, mérkőzés? Hát fogunk még egy teremtornára menni, ez már biztos, Celdömölkre. Ez március 3-án lesz, és hát utána már kezdődnek a szabadtéri programok. Minden szezonban megmaradnak az alapjátékosok, de azért jönnek újak is. Idén milyen volt az összetétel ősztől kezdve? Hát meg kell, hogy mondjam, hogy minket ez tényleg sújt, meg illetve nem is, mert ugye hát mindig újabbak jönnek. De azért azt el kell mondani, hogy amikor csapatépítésről lehetne szó, az csak általában az általános iskola befejezéséig van rá lehetőség, mert utána a gyerekek nagyon sokan távol mennek tanulni, Győrtől, Veszprémtől, Szombathelytől, Budapesttől elég sok fele járnak, és bizony ez minket hátráltat, ezért kell majdnem minden évben teljesen újról kezdeni mindent, de hát ettől függetlenül ennek is megvan a szépsége. 9 U13-as fiúcsapat mérte össze erejét és tudását. Első helyen az Illés Akadémia végzett, második a Ferencváros, harmadik a Bene Ferenc Ela. Őket sorban követte a KFC Komárnó, a Mosó-Magyaróvári TE1904, a Dunaújvárosi Pase, hetedik helyen a Blaskovics Gábor vezette Tapolcai Jac Vése, majd a Hévizes K végül a Felsőszeli TE. Több külön díjat is kiosztottak, melyek közül a legjobb tapolcai játékos Varga Ádám, míg az Illés Akadémia színeiben pályára lépő szintén helyi Mohos Barnabás a torna legjobb védője lett. A napot az öreg fiúk csapatainak gálamérkőzése zárta, a Haladás, illetve a Ferencváros tagjai alkotta Novák Dezső All-Star Team a tapolcai öreg fiúk ellen lépett pályára. Stúdiónkban köszönthettük Puskás Ákost, a Tapolcavárosi Sportegyesület elnök helyettesét, aki a TAU pályázatokhoz kapcsolódó legfrissebb hírekről számol be nekünk. Köszöntelek itt a stúdióban, örülök, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Legutóbb novemberben beszélgettünk a TAU pályázatokhoz kapcsolódó támogatásokat bemutató megbeszélésen. Azóta mi történt? Hát nagy örömünkre azóta a legfontosabb dolog, hogy egyrészt valamennyi pályázatunkat jóvá hagyták, a Tapolcai Városi Sportegyesület kézi és kosárlabdá szakosztálya tekintetében és a ti használó labdarúgásnál is jóval hagyták ezeket a pályázatainkat. A még nagyobb örömünkre, hogy ugye a TAU támogatóktól sikerült összegyűjteni a támogatási hányadot, mert az utánpótlás nevelés tekintetében 90%, a tárgyi beruházások kapcsán pedig 70%. Ezt a támogatóknak főként a Tapolca és város környéki cégek támogatásával sikerült összegyűjteni, de mind a város vezetésének a segítségével valamennyi hányadot sikerült maximálisan feltölteni, tehát igazából a támogatás hányad az megvan, az önerőt pedig próbáljuk különböző kisebb támogatóktól összeszedni. A pénzügyekről mit lehet tudni konkrétabban? Hát igazából összességében az utánpótlás tekintetében több 10 millió forintos nagyságrendekről beszéltünk a szakosztályok tekintetében, viszont a tárgy, ami ugye
valamennyiünket érinti, nem csak konkrétan a sportágakat, a szakosztályokat, az utánpótlás nevelést. Ott a sporttelepről mondanám elsőlegesen, hogy ott egy 30 millió forintos beruházást szeretnénk végrehajtani. Van még egy 10 millió forintos pályázati hányad, ami függőben van. A szövetséggel ez van, megnyitottuk a fellebbezést, hogy adják jóval a teljes támogatási összeget. Míg a másik tekintetben, a másik beruházás pedig a sportcsarnokkal kapcsolatban, a rendezvény csarnokhoz kapcsolódik, ott több mint 70 millió forintos beruházást szeretnénk megvalósítani az idei tavasszal. Beszéljünk akkor konkrétan, hogy a sporttelepen, illetve a rendezvénycsarnokban milyen munkálatokat terveztek? A sporttelepnél két fő része van ennek a támogatásnak, ennek a beruházásnak. Egyrészt a mindenki által öltözőépületként ismert épületről van szó. Itt szeretnénk a szigetelést és a nyílászárók szigetelést megcsinálni az egész épületen körbe, valamint a nyílászárókat kicserélni. Ez az egyik tétel. A másik tétel pedig az élőfüves pálya, a nagyobbik a center pályáról van szó. Ott szeretnénk egy fűcserés, élőfüves pályát, korszerűsítést végrehajtani. Ez még valamennyire függőben van, mint az előbb is említettem, hiszen itt a nagyságrendek miatt nem mindegy, hogy a fellebezésünket a Magyar Labdarúgó Szövetség miként tudja támogatni, hogy támogatja, hiszen akkor egy komolyabb beruházásként lehetne ezt végrehajtani. A másikban, a Csermák rendezvénycsarnoknál, ott három elemből állna a beruházás. Egyrészt a régóta beázó sportcsarnok tetejét szeretnénk, beruházását szeretnénk megoldani, hogy ez ne történjen meg többet. Akkor erre épülve egy napelemes rendszert szeretnénk ott megcsinálni, és nem utolsó sorban a nyílászárókat, a minden irányba kifele nyíló ajtókat szeretnénk kicserélni, hogy ne legyen ezekkel gond. A mindennapokban befolyásolják ezek a munkálatok a használtságot, akár a sporttelepet, vagy akár a rendezvénycsarnokét? Hát ugye akkor itt is szét tudná választani az ember, hiszen a sporttelepnél az öltözőépület szigetelése, nyílászárójának a cseréje, az nem fogja befolyásolni, hiszen az egy családi háznál is láthatjuk, vagy tudhatjuk, hogy az érdemben befolyásolja a munkát. Az élőfüves centerpálynál ott mindenképpen fogja, hiszen ott gyepfelszedés, egy szintkiegyenlítés, élőfüves vetés fog nagy valószínűséggel megtörténni. Ott ugye hát ez mindenképpen befolyásoló tényező lesz, valamennyi ott edző, dolgozó, meccset játszó csapat életére. Ezek még egyeztetés alatt vannak, elkezdődtek az egyeztetések. A sportcsarnoknak viszont reméljük, hogy nem fogja semmiben befolyásolni a tavaszi időszaknak a munkáját, hiszen olyan részekről van szó a csarnok tekintetében, amelyek miatt nem kell bezárni mondjuk a csarnokot. Tehát ilyen szóba sem kerülhetett az eddigi egyeztetések során. Hogy állnak most a munkálatok? Milyen fázisban vannak ezek? Hát ugye, ahogy említettem, a támogatási hányadot a támogató cégeknek, akinek innen is köszönjük a támogatásukat, össze is került összegyűjteni. Ez a több tíz millió, közel 50 millió forintos támogatási hányadot a csarnok tekintetében. Az önrészszel kapcsolatban volt számos egyeztetés, erre is sikerült reményeink szerint megoldást találni, és a tavasszal mindenképpen szeretnénk ezt megcsinálni. Most így, hogy a támogatás és az önrész tekintetében is meg sikerült találni a megoldást, a megfelelő lehetőséget szeretnénk kiaknázni, és elindítani a közbeszerzési folyamatokat, és utána természetesen a megvalósítást is, hiszen a TAO-nak van egy ilyen speciális szabálya, hogy ezt a minden adott év június 1-én indul, és a következő évben zárul, tehát egy ilyen szezonokhoz kapcsolódik, és akkor június 30-áig szeretnénk megcsinálni. Ha már itt a szezonokról beszélünk, akkor mit lehet tudni a jövőbeli tervekről, kicsit távolabbról? Hát itt nyilván ugye ezek három különálló szakosztály, három különálló sportág. Egyeztettünk és egyeztetések folynak arra, hogy a szakosztályok konkrétan mit szeretnének. Megkértük őket, hogy március 1-ig még egy hónap van, hogy próbálják meg összeszedni a gondolataikat, hogy ők mit szeretnének, mi az, amiket ők mindenképpen szeretnének megcsinálni. Akkor egyeztetünk, és folyamatosan fogunk is egyeztetni a jövőben is a tulajdonosi önkormányzattal, hiszen itt elengedhetetlen a tulajdonosi hozzájárulás, hiszen városi köztulajdonról van szó, itt enélkül nem is működhetne a dolog. Úgyhogy elkezdtük ezeket az előkészítő munkákat, hiszen március 1-ig összeszedjük az gondolatainkat, és április 30-án be is kell adni már a pályázatokat.
Itt ugye a korábban említett három szakosztályról van szó, a labdarúgásról, a kézlabdáról és a kosárlabdáról, valamint mivel a tavalyi nyár során bekerült a röplabda is a látványsportágok közé, amelyek látványsportágok révén ilyen TAO támogatást kaphatnak, ezt is szeretnénk elindítani, beindítani. Tapolcán korábban is volt röplabda, illetve ez a röplabda szakosztály. Itt szeretnénk ezt újraéleszteni, és várjuk a edzők, játékosok utánpótlásnak a jelentkezőit, hiszen fontos lenne ezt a sportágat is beintani újra itt a városban. Hol lehet ezzel kapcsolatban érdeklődni, ha esetleg valaki érdeklődne a röplabda szakosztályra? Hát igazából a elnök úr Rédli Károly felé, illetve felé is nyugodtan lehet ezeket jelezni, de bárki, aki a Tapolcavárosi Sportegyesület szakosztályvezetőit, edzéseit megkeresi, felkeresi, ott az elérhetőségeinket meg fogja tudni kapni, és örömmel várnánk bárkinek a jelentkezését, aki ezzel kapcsolatban érdemben tudna, szeretne segíteni, játszani, hiszen ez a közös érdekünk, hogy akkor így a felnőttek már szeretik, a gyerekekkel is megszerettethessük ezt a negyediként Tapolcára mérnyéig szerint induló sportágat. Picit idézzük fel a kedves nézőknek, hogyha már elfelejtették volna, hogy mennyi nagyszerű dolog valósult meg már itt Tapolcán a TAO pályázatokból. Hát itt kezdhetjük már a 2015-16-os szezonban, igazából ott kezdődtek ezek a tárgyi felújítások az iskolák tekintetében. Ott első évben a Kazinczy Ferenc tagintézménynek a parkettája újult meg, majd ezt követte a többi másik kettő általános iskola tornatermének a korszerűsítése, a Bárdos Székely intézményben, majd a Vacsályi tagintézményben is a parketta és a világítás is megújult. Ez hozzájárult még a Kazincinak is a világítása, ezek megújulhattak tárgyi beruházások kapcsán, de nem kell messzire menni, hiszen korábban is volt már ilyen TAO beruházás a város életében, mind a sporttelepen, mind a rendezvénycsarnokban, hiszen ott az öltözők megújítása, mint a parketta megújítása is ilyen forrásból történik. Látjuk, hogy ez egy működő rendszer, ezt szeretnénk folytatni az idei évben, és a következő években is, hiszen az Európai Unió hozzájárult ahhoz, amit a magyar kormány kéréséhez, hogy ezek folytatódhatnak, és így 5 évre megkapta ezt a lehetőséget az ország, hogy ezt a TAO támogatások révén folytathassák ezeknek a látványos sportáknak a támogatását. Nekem nincs már több kérdésem, te szeretnél-e még valamit elmondani? Hát igazából szeretném megköszönni valamennyi támogatónak, támogató cégnek, tapolcai, tapolca környéki cégnek, országos cégnek, amik hozzájárult ezeknek a támogatásainak az összegyűjtéséhez. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, minden egyes alkalommal esetben ezeknek a fontosságát hangsúlyozni. Elengedhetetlen a tulajdonosnak, a tulajdonos városi önkormányzatnak is a támogatása ezekben a felújításokban, beruházásokban. Valamennyiüket, valamennyi támogatónkat várjuk a sportgálára, ami jövő héten kerül megrendezésre. Ott személyesen is szeretnék megköszönni a hozzájárulásukat, részvételüket. Szeretnénk velük a jövőben is együttműködni, hiszen ez együtt sokkal könnyebben lehet ezeket a beruházásokat megcsinálni, végrehajtani, és akkor így helyben hasznosulnának azok a pénzek, amikre ugye így a cégek is és a sportágak is számíthatnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Mi is köszönjük a lehetőséget. A 11. sportgálára, díjátadó ünnepségre és városi sportbára invitálják az érdeklődőket február 9-én pénteken 19 órakor a Csermák József rendezvénycsarnokba. A díjátadó ünnepséget megnyitja Dobó Zoltán polgármester, a sportbált megnyitja Riglajos országgyűlési képviselő, díszvendég dr. Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdázó, 19 órakor díjátadó ünnepség, Tapolcaváros 2017. évi legjobb sportolói, versenyzői, legjobb testnevelői, edzői díjak, hoppádíjak, legjobb sportolói cím, testnevelés és sportkitüntetés, Tapolcavárosért kitüntetés átadása. 20:45-kor svédasztalos vacsora, majd bál hajnalig a Hello Kids zenekarral. Éjfélkor tombola sorsolás. Fődíj 2 fő részére 3 nap per 2 éjszaka teljes ellátással Hajdúszoposzlón a Hotel Auron Family Wellness szállodában. Belépője gyára 5500 forint.
Asztalfoglalás és jegyértékesítés a Városi Moziban, a Turinform irodában, illetve a Csermák József rendezvénycsarnokban. További információk a 30-as 565 1130-as telefonszámon, a www.tapolcacsarnok.hu honlapon, valamint a www.facebook.com/tapolcacsarnok közösségi oldalon. Szervező Tapolca Kft. Csermák József rendezvénycsarnok, támogató Tapolca Város Önkormányzata. Február 17-én szombaton 9 órai kezdettel immáron 5. alkalommal szervezik meg a Tapolcai Ródiusz Amatőr felnőtt tollaslabda versenyt a Csermák József rendezvénycsarnokban. Versenyszámok: nemenkénti egyéni, illetve páros, valamint vegyes páros. A versenyen érvényes felnőtt versenyzői igazolással nem rendelkező, illetve D-kategóriás igazolással rendelkező amatőr játékosok vehetnek részt. Előnevezés február 14-e szerdáig a tollastapolca@gmail.com e-mail címen. Helyszíni nevezésre nincs lehetőség. Egy versenyző csak 2 kategóriában indulhat. Sorsolás február 15-én. A sorsolásról és a játékrendről e-mailben vagy a www.facebook.com/tapolcatollas címeken tájékozódhatnak. Nevezési díj: egy versenyszám 1500 forint per fő, 2 versenyszám 2000 forint per fő. A versenyszámok tervezett sorrendje: vegyes párosok, egynemű párosok, majd egyénik. A verseny 5 pályán kerül megrendezésre. Minden versenyszám első, második, harmadik helyezettje éremdíjazásban és ajándékban részesül. Minden induló rajtcsomagot vehet át. Szervező: első Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület. További információk a már említett e-mail címen, közösségi oldalon, valamint a 70-es 389 18 18-as, illetve a 20-as 474 24 02-es telefonszámon. A Tapolca Városi Sportegyesület természetjáró szakosztálya februárban is várja szombatonként túrájára csatlakozni vágyókat. 10-én a Tapolca, Véndeghegy, Halábhegy, Sáska, Emberkő, Bakony-Szentjakabi Kolostor, Sáska, 17-én a Gyenesdiás, Nagymező, Vöröskuti Pihenő, Püspökházi Völgy, Balatongyörök, 24-én pedig a Monostorapáti, Almádi, Bodorkóalja, Kapolcs útvonalon túráznak. A február 10-i 20 km távú túrára találkozó szombaton reggel 8 órakor Tapolcán a Köztársaság tér Kisfaludi utca kereszteződésénél. A hazautazás költsége teljes áron 250 forint. A Csermák József rendezvénycsarnok az alábbi sportprogramokra várja az érdeklődőket februárban. Február 13-a 9 óra, U11, U13-as Bozsik teremlabdarúgó torna. Február 18-a 14 óra, Vonyarcvashegy Esse, Vasvár Esse női felnőtt kézilabda mérkőzés. Február 18-a 16 óra, Tapolca Viese, Ősi Andreotti Esse női felnőtt bajnoki mérkőzés. Február 24-e 9 óra, Tóth László Régió, Szivacs kézilabda gyermekbajnokság. Február 25-e 9 óra, Tóth László Régió, U13-as leány kézilabda gyermekbajnokság. Február 26-a 9 óra, Szász Márton Általános Iskola Csobánc teremlabdarúgó torna, támogató Fogyatékkal élők Veszprém megyei sportegyesülete. Március 4-e 16 óra, Tapolca Viese KK Ajka női felnőtt kézilabda mérkőzés. Március 4-e 18 óra, Tapolca Viese KK Ajka 2 férfi felnőtt kézilabda mérkőzés. A Városi Sport és Szabadidő Centrum is várja programjaira a sportkedvelőket. Február 18-a 14 óra, Tapolcai Öregfiúk FC, Vindornya Szőlős megyei harmadosztályú labdarúgó felkészülésű mérkőzés. Február 25-e 10 óra, Tapolcai Öregfiúk FC, Balatonedrics SM megyei harmadosztályú labdarúgó mérkőzés. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, sportmagazinnal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!